Ez itt, Jenőke, az állatok királya. Figyelsz, Jenőke? Az állatok királya este vadászik, nappal alszik. Ő az. Tigris H1. Szegény Jenőke, előbb-utóbb túl fogja terhelni az agyát. Minden világos, Jenőke? Tehát hogy hívják ezt a vadállatot? Cica! Szóval a Tigris H1 egy 5.3-as német nehéz tank, és annak ellenére, hogy nehéz tank, nem igazán úgy viselkedik, mert ugyan nagyon vastagok a páncéllemezek, de nem nagyon szögeltek. Tehát ez gyakorlatilag függőleges, ez is gyakorlatilag függőleges, ez is függőleges, ez is függőleges. Jó, azt leszámítva, ugye, hogy körbe megy, de függőleges. Itt is függőleges, mindenhol csak egyenes függőleges páncélzatok vannak, amik gyengítik az összteljesítményét, és rákényszeríti az embert, hogy szögelve használja ezt a járművet védekezésre. Szemből a páncélzat, itt ezen a két nagy függőleges felületen 102 mm-es, illetve a tornyon, tehát ilyen kicsit össze-vissza, tehát ez a lemez 100 mm, de van fölötte egy 90 mm-es, ez így összesen ugye 190. Itt van egy nagyon pici darab 200 mm-es, ami elég vastag ahhoz képest, illetve közvetlenül mellette egy 120-as. Tehát így vannak itt átvedések, de ez például, ez a két oldalon található kis 120 mm-es, ez gyenge pontnak számít. Ezeket érdemes lehet eltakarni bokrokkal, illetve a kupola is egy ilyen gyenge pont, 80 mm, és nagyon nagy, kilóg, könnyű eltalálni. Másrészt a kupola alatt van a parancsnok, és mellette vagy előtte a lövész. Tehát ha csak két embert is lő ki ez a kupola lövés, akkor ugye feltehetőleg a lövész ki fog esni a játékból, és nem fog tudni visszalőni a tank. Szóval a tornyon ez a két gyenge pont van, ezt nehéz eltalálni, mert nagyon pici, illetve mellette vannak ezek az idomok, meg kiszöggelések, szóval nem olyan könnyű eltalálni. Itt elől ez az egész egy nagy gyenge pont, meg ez is. Csak ennek az alsó lemeznek az előnye az, hogy mögötte van a sebességváltó, ami elég sokat fog tudni elnyelni. Sokszor találtak el engem is itt ezen az alsó lemezen, és valóban nagyon sokat nyel el a sebváltó. Szóval itt ez a felső lemez, nem, maga az egész felső lemez egy gyenge pont, és azon belül is van egy másik gyenge pont, itt a nyílás, a vezető nyílás. Oda nagyon nehéz betalálni, mert gyakorlatilag tényleg ezt a nagyon pici területet kell eltalálni, mert fölötte itt van egy 103 mm-es, páncéldarab, és alatta 102 mm-es, tehát gyakorlatilag 205 mm páncélzat, az nagyon sok. Itt meg 85, itt van még 50 pluszban, 85 fölött, meg a 102 fölött, szóval rétegződik szépen, és konkrétan itt ezt a kis nyílást kellene eltalálni. Hát, hogyha nagyon jó sniperek vagytok, akkor ide érdemes belőni, ha meg nem, akkor menjetek a lapos felületekre, itt körbe. Az oldal páncélzat a 82, a felső részen, illetve 62 az alsó részen, tehát egyszerűbb átlőni itt ezt az első részt, viszont itt is útban vannak ugye a lánctalpak meg a görgők, amik megnehezítik ezt a célzást, szóval, hát igen, nem tudom, ahogy el tudjátok találni, ott találjátok el. Itt ezeket a szoknyalemezeket próbáljátok elkerülni, mert néha furán viselkednek és lepattintanak lövéseket. Szóval itt felül ezt kell lőni, vagy itt alul ezt kell lőni. A nyaka is egy gyenge pont lenne, csak az az előnye van ennek a tanknak, hogyha itt közelről megnézzük, hogy itt elől ez az első lemez egy kicsit magasabbra jön ki, ezzel eltakarva valamennyire a nyakat, és megvédve azt. Szóval tök jó, szemből elég nehéz nyakon lőni a tigrist, pont emiatt a kis kilógó rész miatt. Visszatérve a páncélzatra, ezt a tankot szögelni kell, emiatt ugye a sok függőleges terület miatt, méghozzá úgy kell szögelni, hogy egy ilyen, hát körülbelül 45 fokos szögben kell elforgatni. Az a lényeg, hogy
itt van ez a kis füstvető, amire még füstgránátvető, amiről még szó lesz hamarosan. Ideig kell elfordítani az ágyunkat. Tehát, hogyha erre néz az ágyunk, akkor vagyunk körülbelül ilyen 35-45 fokos szögben, és az egy nagyon jó szög, mert megnöveli a fajlagos páncél vastagságunkat. Itt elő 130 mm-re, illetve itt oldalt is hasonlóan 130-140 mm-re. És ugye ez a célunk, hogy ez a két lemez, ez a vékony lemez, és ez a viszonylag vastagabb lemez körülbelül hasonló effektív, relatív, vagy mi az, fajlagos vastagságú legyen. És maga a szög is például, itt ezen az oldalsó lemezen ez az 58 fokos szög az egész jó ahhoz képest. Itt egy kicsit kevesebb, de vastagabb is a páncél, szóval ez így kompenzálja egymást a kettő, a szög és a vastagság. Szóval mindenképpen 45 fokos, 35-45 fokos szögben kell mutatni magunkat, a tornyot meg csak egyenesen mutatni az ellenségre, esetleg így jobbra-balra ugye mozgatni a tornyot, hogy nehezebb legyen neki eltalálnia ezt a két kisebb területet. A belső kialakítása, három fős legénység a toronyban, kettő a testben, nagyon sok lőszerrekesszel itt ezekben az oldalsó tárolókban, és ahhoz képest, hogy ez egy 5.3-as jármű, tehát egészen előrébb van a tech tree-ben, de azt veszem észre, hogy nagyon sokan teli rekeszekkel, teli lőszerrekeszekkel mennek csatába, ami nem jó, nem szabad. Tehát 92 lőszert tud elvinni magával, nem fog az ember sohasem elhasználni ennyit. Szóval, hogyha 18 lőszert visztek, vagy 16-ot, valahogy így, akkor a testnek ebben a felső rekeszeiben, lőszerrekeszeiben nem lesz lőszeretek egyáltalán, mert ez is egy nagy gyenge pont. Nagyon sokszor a T-34-85-tel szándékosan ide lőttem, mert tudtam, hogy ott lesznek a lőszerek, és fel fogom tudni robbantani, hogyha szemből találkozok vele. Oldalról is nyilván ugye, hogyha itt tele van pakolva lőszerrel, akkor vége, föl fogtok robbanni. Az ágyútok egy 88 mm-es ágyú, ami gyárilag két lőszerrel érkezik, egy páncéltörő robbanógránáttal és egy robbanógránáttal, ezt hát érdemes vinni néhányat belőle, az ilyen légvédelmik ellen lehet vinni néhányat. Az alap gyári lőszer nagyon jó, ki lehet fejleszteni egy másikat, ami egy kicsit rosszabb, de mindjárt elmondom, hogy miért rosszabb és miért jobb. Illetve van még egy heat lőszer is, ezt hát talán annyira nem érdemes használni, inkább a robbanó gránát az ilyen gyenge járművek ellen. És a legnagyobb különbség a két páncéltörő robbanó gránát ellen között az, hogy ebben sokkal több a robbanószer. Tehát a TNT ekvivalens nézzük, ebben van 286 gram TNT, ebben meg csak 109 gram TNT. Tehát majdnem, sőt több mint a kétszerese, majdnem a háromszorosa van a robbanóanyagból ebben a második lőszerben, viszont 12 mm-rel kevesebb a páncél átütési képessége, ami fontos lenne. Én azt mondom, hogy a gyárit érdemes használni, mert ez a 108 gram robbanószer is nagyon kompetens és nagyon jó ezen a szinten. Plusz ugye ez a 165 mm átütés, az így a kettő együtt egész jó lövedéknek számít. Van gránátvetője is, de csak 6 darab. Itt fönn a tornyon található. Itt a test körül is van 4 darab gránátvető, sőt több. Itt van még egy pluszba, nem tudom miért. Na mindegy. Szóval itt vannak ezek a gránátvetők, de Gaijin a végtelen bölcsességében azt gondolta, hogy ezeket nem érdemes használni, szóval modellezve vannak a tankon, de semmire nem jók. Csak arra jók, hogy megakadályozzák a torony forgását. Tehát, hogyha az ember lefelé céloz valamennyire, ja igen, 8 fokos a csősüllyedésünk, ami egész jó ezen a szinten. Szóval
8 fokos csősüllyedésünk, tehát hogyha lefele célzunk, és el akarjuk forgatni a tornyunkat, akkor itt ennél a kis gránátvetőnél, füstgránátvetőnél meg fog állni, föl fogja emelni a csövét, elfolytatja a forgást, és újra leereszti a csövet. Ami nagyon sok helyzetben rossz tud lenni. Tehát nem egyszer voltam úgy, hogy mit tudom, ki van lőve a lánctalpam, vagy a sebességváltom, vagy a motorom, vagy valamilyen módon mozgásképtelen vagyok, és próbálom lekövetni az ellenséget, aki így körbe próbál jönni, és itt időt veszítek azzal, hogy fölemelkedik a cső, és utána újra leereszkedik. Szóval nagyon jól néznek ki ezek a modellek a játékban, de ez egy nagy hátrány, hogy ott vannak ezek a dolgok, szóval tartsátok észben, hogyha nagyon hirtelen kell körbeforgatni a tornyot, ami elég lassú egyébként, 10 fok per másodperc, szóval, hát, nehéz lesz megszokni, meg fogjátok szívni sokszor valószínűleg. Amúgy nehéz tankhoz képest nagyon mobilis, szerintem egész gyors a csúcssebessége, a tolantása 8 km per órás, szóval elfogadható, és nagyon mobilis, nagyon könnyen meg tud fordulni, jól kanyarodik, és helyben is meg tud fordulni. Egy kicsit lassan ugyan, de legalább meg tud fordulni helyben, nem úgy, mint az orosz IS-1-esek, 2-esek, stb. Azok ugye, mint egy busz, nem bírnak megfordulni. Ennyi lett volna akkor gyorsan az áttekintése ennek a járműnek. Mehet az ász. Hát ez megint egy teljes aptír. Aminek nagyon örülök nyilván. Ez honnan és hova pattant le? Felém néz? Hát. De innen is jön valaki. Hát ne lőjél engem, légy szíves. Az honnan húztad be azt a lövést? Ha? Jaj, basszus, nem akartam lőni. Véletlen volt. És ez... Kettő kupola lövés. Ugye? Kupolába találtál? Hát. Jó van. Ez most komoly, Gaijin? Most jöttem erről a rohadt pályáról, egy uptierből. És most megint ugyanarra a pályára, megint egy teljes uptierbe. Miért? Ennyi csak, ennyi, én úgysem oda akarok menni. Komolyan nem láttad ott az embert? Jó van. Akkor én megvárom. Nyilván egy hogy hívjákról van szó. De miért füstöltél be? Ó, te hülye tigris! Ah! T-34-85. Vajon honnan? T-34-85 kiszedte a Tigris 2-est. De honnan?
Ha. Itt jön. Basszus! Miért kell, hogy ugrándozzál, ha? Ott van még egy kis kupola darabocska. Nyilván. Isten verése. Miért lövitek azt, amit én már kilőttem, ha? Te igen hülye. Na lássuk itt, mit varázsol itt a... Pont nem látom a kupoláját. Na megkínálom itt a szögelt páncélmal. Így is van. És semmi, persze. Úgy van. Nagyon jól kell szögelni. Négy. Még egy kellene az ászhoz. Ott is van az áldozat. Ha el tudok fordulni, mi az? Valami svéd. Ja. Gyere, előjél. Nem látod a páncélzatomat? Na most gyere ki. Gyere ki a hóra. Úgy is van. Meg is van az ász. Kiváló. De itt ezek? Ezt a mázlista állatot. Ja, azt kezdtem el mondani, hogy itt ez a három, aki eljött velem a hídon, az semmit nem csinált volna. Innen jött három tank, a T-34-85-öset elintéztem. Mindent itt én intéztem el. De ezek meg csak mennek. Na, megvan az ász. Szóval, mintha láthattátok az első meccsben, ugye kétszer teljesen eltalálta a kupolámat, ami nagyon nagy, nagyon kilóg. Érdemes legalább a kupolához valami bokrot rakni, ami eltakarja, vagy nehezebbé teszi a célzást. Mindjárt mutatom, hogy mire gondolok. Ha csak így, ilyen függőleges valamit rakunk így a toronyra, ugye ez eltakarja itt ezt a gyenge pontot, meg eltakarja valamennyire a kupolát is. Tehát igazából bármi, amely nehezíti az ellenfélnek a célzását, azt érdemes kihasználni. De a második meccsben viszont ugye a T-85-ös ellen, T-34-85-ös, bocsánat, ellen, ugye láthattuk, hogy a döntött páncélzat, a jól szögelt páncélzat nagyon sokat kibír, még a 85-ös orosz ágyú ellen is. Valószínűleg nem tudta, hogy hova kell célozni. Onnan lentről, hogyha látta volna a kupolát, szerintem érdemes lett volna neki is kupola lövést csinálnia. Megpróbálni legalábbis. Szóval ennyi lett volna a Tigris H1-nek az áttekintése és az ásza. Hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy lenne maradjatok a többi A-Series részről. És ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!